Mindenkit. Igazából az egészséges életmód az nálam annyiban merült ki, hogy én pont egy éve nagyon odafigyelek magamra, és nagyon odafigyelek, hogy miket eszem. Hiszen úgy gondoltam, hogy rajtam nem túl az idő. Elmúltam 30 éves, én mindig gyönyörű vékony maradok, és az én bőröm és minden gyönyörű szép marad. Aztán igazából tényleg van az a 30 éves kor, amikor így egy kicsit változtatni kell, és én is láttam, hogy változtatni kell. És találkoztam Csabival, észrevettem, hogy a sport és az étkezés az tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy ráadásul modell és közszereplő azért tudjon hozni a formámat. Úgyhogy most már tényleg olyan szintre jutottam, hogy most múlt hét vasárnap elindultam a félmaratonon, úgyhogy igaz, hogy még trió van, de teljesítettük azt a 21 kilométert. Látható itt a Molinón itt hátul, hogy a legújabb címlapom a Shape Magazin címlapja, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hiszen álmomban nem gondoltam, hogy nekem valaha kocka hasam lesz, és egy magazin címlapján ezt majd meg tudok mutatni. Úgyhogy tényleg az életem egy olyan szakaszában van, ami a sport és az egészséges életmód az szinte minden nap jelen van. Most egy picit be van gyulladva a hátam, úgyhogy most egy kicsit válnom kell ezzel a sporttal és mindenre, de jövő héten már alig várom, hogy újra valamit elkezdjék és megmegyek a konditerembe. Úgyhogy szeretettel várom mindenkit szeptember 29-én a Fit Balancon, és tényleg én is örömmel veszem észre, hogy évről évre többen vagyunk, és egyre több ember szeret sportolni, és választ egy olyan sportágat, amiben nagyon-nagyon szeret részt venni.